Első fokont pert nyert a Postás Sportegyesület a Magyar Posta, a Magyar Telekom és az Antena Hungária ellen. A fővárosi bíróság arra kötelezte a cégeket, hogy 2007. április elsőjétől visszamenőleg térítsék meg a Postás otthonának számító Róna utcai központ elmaradt fenntartási költségeit. Rostás Gábor a Postás Sportegyesület elnöke. A vendégem. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Szerbusz, régóta ismerjük egymást, jó szervusz, néhány bajnoki címet sikerült a postás csapatával nyernem, úgyhogy nyugodtan mondhatom, ennyit állárulhatunk, egy kicsit szívügyem is volt, nem is kicsit nagyon és ennek a mostani párnak a kimenetel, úgyhogy gratulálok, igaz, ugyan tudjuk, hogy ez még nem egy jogerős határozat, de első fokon óriási változás, ugye ahhoz képest, ahogy az elmúlt évek történései kinéztek. Próbáljuk meg nagyon röviden dióhéjban összefoglalni a kedves nézőknek, hogy mire is ment ki ez a per, illetve minek köszönhető az, hogy gyakorlatilag ez egy újra tárgyalt per, amelynek az első fokú ítéletét ismerhettük most meg. Megpróbálom három bővített mondatba elmondani úgy, hogy a nézők is értsék és ne nagyon jogászkodjunk. Igen? Itt arról volt szó, hogy a postás sporttelep eredetileg az 50-es években a mai népstadion területén volt, és amikor elkezdték a népstadiont építeni, akkor ugye egy csere ingatlanként megkapta a mostani Zuglói Róna utcai ingatlan, ingatlanját, amiről eredeti papírjaink vannak, az is nagyon érdekes, mert ott kisajátítások voltak, magáházakat, tényleg ez egy érdekes történelmi esemény volt a, a, a sport életében, de mint, mint az összes többi sportegyesület a rendszerváltozásig, nem volt igazán önálló jogi személyiség, mindegyiknek ki volt jel, jelölve, egy úgynevezett kezelő uh -huh. szervezet lehetett az egy minisztérium, mint az Újpest vagy a Honvéd esetében, vagy egy tröszt, vagy egy, vagy egy szakszervezet. Ez így volt a Postásport Egyesületnél is. Ki volt jelölve kezelőnek a Magyar Posta vállalat, az akkori Magyar Posta vállalat? A, lényegében a szakszervezetén keresztül, de a távbeszélő igazgatóság volt, aki ezt kezelte. Ezt úgy szoktam mindig mondani, hogy a kezelői jog, amit megkapott a Magyar Posta, az inkább kötelezettség volt számukra, mint, mint érdemi tulajdon. Uh -huh. Biztos sokan emlékeznek a nézők közül, hogy volt az IKV, az ingatlan kezelővállalat, az se volt tulajdonosa Kovács nénén fuoros utcai lakásának. <laughs> de hanem, mégis a kezelés de szempontjából. A kezelés ugye, szempontjából. Na most ez a az azért lényeges, mert azt a jogot és arról is van eredeti megállapodás az Egyesület birtokába, avval a feltétellel kapta meg a távbeszülő igazgatóság, hogy közben használhatja a sportegyesület az ingatlant uh -huh. háborítatlanul, és annyi joga van a vállalatnak, hogy fizeti a közüzemi díjakat, fenntartja, le van ez taxatíve sorolva a megállapodásban. Tehát ez inkább van. gyakorlatilag a kötelessége volt, hogy Igen. fizeti, viszont a joga az volt, hogy használhatta ezeket a dolgozóival. Használhatta a dolgozóival, természetesen, Aha. és ez így volt 2007-ig is. Majdnem, hogy azt mondhatom, nem teljesen, de majdnem azt mondhatom, hogy, hogy, hogy békés egymás mellett élés volt az Egyesület versenysportja, és a vállalatok, mert ugye 1990-től ez már három vállalatot ugye. jelentett, az egykori magyar postavállalatból kivált Matávma Magyar Telekom és az antenna Hungáriával közösen, amikor is 2006 környékén, inkább azt mondanám, ugye. hiába ez egy 2007-es történet, 2006 környékén feltűnt egy befektetői csoport, nagyon, nagyon sok idézőjelbe a akkori posta vezetésénél, akinek a támadt, aki tudja, hogy hol van az a Róna utca ingatlan, nem a legrosszabb fekvésű Így igaz, egy kiváló, nagyon szép területen van. M mindenre, az, az M3-as bevezető szakasz, az ősvezértér, a Népstadion, nagyon jó helyen van. És felszólították az Egyesületet 2007. februárjában, hogy hagyja el annak az évnek a végéig, december 31-ig az ingatlant, és elkezdtek egy ilyen látszattárgyalás sorozatot velünk. Uh -huh. Utólag kiderült, ez nyilván arra kellett, hogy időt húzzanak, mert megszüntettek egy fantom alapítványt, abban most nem akarok belemenni. Értem. Tehát tulajdonképpen nagyon lecsupaszítva a dolgot, valakinek fájt a foga erre az ingatlanra, Fontosan. úgy tűnt ugye, hogy ez egy kiváló hely lehet, vagy egy újabb bevásárlóközpontnak, ami általában ugye sporttelepek helyén épülni szokott, vagy ki tudja minek, ebben most ne is menjünk bele. Ugye elindult ezek szerint egy látszott tárgyalássorozat, amiben nyilvánvalóan ugye a Postás Sportegyesület értelemszerűen ugye, szerette volna a státuszát megtartani, Nyilván a másik, ezek szerint most már három szereplőssé váló másik oldal gyakorlatilag ezt úgy tűnt, hogy nem nagyon szerette volna, és nem történt előrelépés. Viszont, ha jól tudom, akkor ennek a felszólításnak az lett a vége, hogy 2007 tavaszáig, április 1 el kellett volna hagyni. Nem december 31 December 31 csak akkor indult. Április 1 finanszírozták azt a bizonyos, Működést, működési Amiről kültséget. beszéltem korábban, igen? igen. Igen, igen, igen. Ugye született aztán ebből egy, egy peres eljárás lehet, amelynek az elsőfokú ítélete még az előzőre gondolok, az nem, nem túl kedvező ítéletet hozott, majd ha jól tudom, akkor másodfokon ö, új eljárásra kötelezték ugye igen. a résztvevőket, és ennek a bizonyos új eljárásnak most az elsőfokú ítélete az, amely a Postás Egyesület szempontjából mindenképpen üdvözítő, hiszen ugye akkor visszamenőleg, és most akkor az április elsői határidő Igen. számít, visszamenőleg ennek a három szereplőnek, akik végül is ugye a fenntartásért úgymond bizonyos szempontból felelnek, ki kell fizetni ezeket a bizonyos fenntartási költségeket. Igen. Elnök úr, milyen összegről beszélünk per év, mert hogyha kiszámoljuk, hogy 2007. április 1, akkor az azt jelenti, hogy most kb. négy és fél évnél tartunk durván. Négy és fél évnél tartunk, ö, számolgatjuk a, Kollégáimmal, nincs, mert, nincs konkrét összeg, tehát nem egy. De ez, ez nincs leírva sehol, hogy mennyi, mert ez évente változik, és ebben nagyon sok minden beletartozik, mert ebben a szerződésben nem csak a közvetlen úgynevezett rezsiköltség, tehát a villanyszámla, gázszámla, egyéb költségek, hát ez, ez egy olyan sporttelep, itt folyamatosan rehabilitálni kell például a nagy nagypályás futballpályán a füvet, csak egy példa hogyha mondjuk megnézzük a te egykori második otthonodat, a tornacsarnokot, hogy van. az hogy néz ki, vagy hogy néz ki az asztali Siralmas, tehát megmondom teljesen őszintén, én jártam ott uh, nem is sokkal ezelőtt, és azt kell mondanom, hogy az ember sírni tudott volna, mert gyakorlatilag az én torna széveimhez képest, már bocsánat, hogy ezt az emléket citálom elő, de tényleg így van, azt hiszem, hogy talán egy szög nem tudott bekerülni az Hát nem nagyon, igen, és veszélyes. Tényleg a tornacsarnok, hogy gyerekek szó szerint ugrálnak, azért nem mindegy, hogy leesik és összetöri magát, vagy, vagy, vagy egyszer hát nem mindegy, vagy mondjuk éppen beesik az eső a talajszűnyek elős közepére, amit vödrökkel szoktak felfogni, most egy tornásznőnek ugye úgy neki futni egy talaj ugrássornak, hogy ki kell kerülni egy vizes földről, azt gondolom, hogy senki nem volt. igen, ezt majd a magyar Zoli lehet, Igen, vele is fog beszélni, és arról nem is szólva ugye, hogy most azért zajlik a tornászvilágbajnokság Tokióban, és majd persze ki fogunk erre is térni, nagyon becsülendő 20. helyen végzett ugye a magyar női tornász válogatott, amelynek jelentős készít ugye a postas postas. Sportegyesület adja, tehát azt gondolom, hogy ha nem csak az egyesületi minőséget, hanem a válogatott beli reprezentációt nézzük, akkor ebben a vonatkozásban is hát bizony komoly értékek forognak veszélyben itt. Hát ha csak annyit mondok, hogy szétverték félig a versenysportot, közben megy az asztali tenisz európa bajnokság is, Ö, Lengyelországban, a Lengyelországi Danskban, ott az a lovas Petra, aki alapember a válogatottba, az tőlünk ment el egy évvel ezelőtt Berlinbe, mert egész egyszerűen olyan financiális helyzet volt az Egyesületben, hogy nem tudtuk megtartani. Igen. Tehát, igen, elnök úr, beszéljünk egy nagyon fontos dologról, mert az is egészen szokatlan, nagyon fogalmazott, vagy fogalmaztam, maradjunk tényleg csak a tegeződésnél, hiszen régóta ismerjük egymást, hiszen ez egy elsőfokú ítélet. Ugye a magyar jogszabályai szerint ez nem tekinthető jogerősnek, jogerős. amennyiben amennyiben az ellenfelek fellebeznek. Viszont ön arra kérte önöket a tárgyalást követően, ha jól tudom, nem tudom, hogy még ott helyben a tárgyalóteremben, vagy azt követően történt esetleg ez egy közleményben, hogy tekintsék ebben a tekintetben partnernek az Egyesületet tekintsenek el a fellebezéstől, és lehetőség szerint a, a jövőt úgy képzeljék el, amelyben ez, ezek a felek nem, hogy ellenségek, hanem esetleg partnerek is lehetnek. Hát egyfelől ez egy, egy rendkívül pozitív megközelítés, ugyanakkor nagyon naív, Igen. szóval miben, miben, reménykedik, hogy megfogan vajon ez az óhaj a másik oldalon? Igen, és ahogy ez, ez, abban a bizonyos tájékoztatásban megjelent, nem vagyok naív, tehát én is tudom, hogy minden első fokon vesztes fél az igazáért, de itt csak, csak vesztesek lehetnek, hogyha tovább, to tovább folytatjuk uh -huh. ezt a peres eljárást, mert lehet, hogy újra visszateszi az ítélőtábla első fokra. Én azért írtam így, hogy legyünk partnerek. Én nem azt kértem, hogy, hogy most ők, hogy mondjam, ö, saját maguktól lemondjanak egy ilyen milliárdos ingatlanul és vonuljanak ki, Csináljunk közösen valamit. Tehát, Egyeként, hogy próbálják ezt... meg ennek az esetleges olyan hasznait, így van. amely mindkét, mindkét oldal érdekei szolgálja. Még egy mondat, ugye nem tértünk ki az összegre, hogy tudunk-e egy nagyságrendet mondani, hogy mit jelenthet ez a ugye, kezelési költségért szóló bizonyos ítélet. tehát akkor hány forintról beszélünk? Hát én gondolom, hogy, hogy egy olyan 150 millió évente. Na most azt kell megfontolni a három cégnek, hogy érdemese évente 100-150 milliót nekik -600 úgy, millió forint igen, kifizetni folyamatosan, és egy ilyen retro, nagyon rendben van tartva, de mégiscsak egy retro sporttelepet fenntartani, vagy, vagy, vagy tényleg összefogni és egy olyan fejlesztést csinálni. Ebből a pénzből a... lehetne már egyébként, hogy ez most mégiscsak rendeződne? Ebből minimálisat. Tehát minimálisat. ebből inkább azt mondom, hogy egy felújítási munkákat végig lehetne csinálni, kifizetni a számlatartozásainkat, rendezni elmaradt béreket, Tehát a többi. kivéreztetés az Egyesületnek mondjuk el, meg, megszűnne. Az megszűnne. Hát Fejleszteni nem lehet, egy több milliárdos dolog, na de három ilyen cégnél, hogyha azt mondom, hogy egy 7 milliárdos beruházást kereskedelmi bankkal bevonva, és csinálni erre egy projekt céget, uh -huh. azt hiszem csak elhatározás kérdése akkor, hogyha valakinek nem az a primér érdeke, hogy egy egyesületet tönkre tegyen. Le, én nagyon bízom benne, hogy ez az óhaja megfogan, és nem lesz fellebezés, és talán egy picit jobb és fényesebb jövő vár erre az egyébként nagyon eredményes egyesületre. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen, hogy szépen a meg hozzá.